Na, sziasztok! Ismét itt vagyunk Danival a Satisfactory-ben. Szervusztok! Folytatjuk. Viszünk Delejt, meg megmutatom nem sokára, hogy honnan jön a Delejt. Mert hát Dani elég szépen kiépítette a szén hálózatunkat. Jaja. Kidőtted? Ihet. A következőt, hogy lehet már, hogy beengedi? Acélgyártás beengedi rakni. Csak be, hogy lássam, mi kell. Köszi. Megyek szedem össze. Várjál, mert a vizét azt be tudom rakni. Mit? Ja, nem tudom berakni, mert nincsen itt a gép, de két percen belül van nálam egy csomó húzal is, 850-et, bár mondjuk az hadd maradjon, mert nekem kell az építéshez. Na, azért mondtam. Van itt már, vagy 10 000. Jó. Na, akkor. Honnan lopjak áramot? Innen. Várjál? Nem, ott megy el. És nekünk meg valahová le kell menni. Ó, hogy az anyádat. Úristen. Na. Hát hogy mondhatsz ilyet? Gyorsan. Nem, csak gondolkodok, hogy... Hogy nem néz neki nagyon hülyén. De hát mindenhogy hülyén néz ki, úgyhogy tök mindegy. Hála. Hát hogy a... Mi a... Ott az úgy a... Mi? Hogy? Kettesre nekem miért lett rámpa rakva? A hármasra meg miért lett futószalag? Laci. Ha? Most nézem, hogy ide ledobta ez a forgó rész meg vaslemezgyár. Itt miért van ennyire lehúzva minden? Mert szerintem én akkor még nem értettem a számolást. Tiha, ezt akkor átnézek. Az jó pár napon ezelőtt volt, és... 120 per perc, akkor ezen kell kettes szalag? Nem Hét tudom, van. Szerintem igen. Csak már nem nagyon van forgó rész meg, ami kéne. Igen, valószínű az volt, hogy én ott a számokat még nem teljesen értettem, és hát azért húztam le, mert a másik irányból indultam el, és nem jó irányból indultam el, és... De jó húztad. Tehát már tudom, már értem, hogy miért húztad le. A csavarod kevés. Aha. Azon akkor... mindjárt segítek, tehát küldöm boosterra. Oda kell mennünk? Igen, az a gyárom. Onnan? Ez van, itt lenne érdemes áthúzni. Akkor csak jól állítottam be. Igen. A körülményekhez képest. Az alsó sávomban hogy tudok kihúzni dolgot? Ráviszed az egeret. Igen. És csak megnyomod azt a számot, amit akarsz oda tenni. Aha. Nács, akkor hókat soha ne húzd le, inkább álljon. De legyen mindig öntvény. Jó.
15 root per perc. 12, jó. Mi? Ja, igen, jó. Na, némileg bebúsztoltam, úgyhogy talán gyorsabb lesz a szisztéma. Na mi az? Mekkora vasgyár van ott, bazeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaslelőhely. Egy helyen. Az szép. Ott amelyik melléd. Gyere. Nem állapot, mert nem gyártjuk még a moduláris fázat sem, meg egy van, szotyikázunk, normál, nagyon jó. Jó, hát még a múltkor azt mondtad, hogy amúgy most meg egy kicsit túlhaladtunk a... ahhoz képest, ahol járnunk kellene. De ha már túlhaladtunk, akkor haladjunk jól. Ez amúgy teljesen jogos meglátás. Mindjárt pattintok ide olyan bossjárat. Helyes. Amúgy se lenne rossz, mert a kocsikhoz is kell a vázis. Nem jó. László. Összekötjük a bajuszt. Nem, mit csináltam már megint? Szerinted miért mondtam el, hogy betonalapzat olcsóbb? Hol vagy? Mi az, hogy betonalapzat? Ez hol van? Nézd csak. Igen. Ilyen a betonalapzat. És ez csak betonba kerül, semmi másba. Ezt hol a csába találom meg? Bemész az alapzatokhoz. Igen. És ott van egy egyes alapzatok. Igen. Mellette van egy legörgethető cucc. Na, hát majd legközelebb elmondod, hogy mit kell vele csinálni. Megkérdezed. Hallod? Alapzatot kellett letelni, én alapzatot letettem. Megértettem. Jó, hát a következőt már jól csinálom. Már ugye az vaslemezbe és betonba kerül, amit itt pakolgatsz. Hát, de vaslemezünk amúgy most még van, úgyhogy... Én ezzel azért nem is izéltem, mert van nálam állandóan egy csomó vaslemez. Beljebb tudom rakni. Mondj meg, ha szimmetrikusan akarsz teljesen építkezni, akkor próbáld meg kihasználni a foundationöknek a formáit és lehetőségeit. Az alapján sokkal könnyebben tudsz tájékozódni. Tudom, most éppen számolok, tehát hogy mondjuk mit tudom én, beállok úgy, hogy szembe a géppel, és akkor egy... gyorsan akartam mondani. Nem büszke vagyok rád, ezt kontrollal raktad le. Mit? Az alapzatot. Az alapzat első részét, aha. Büszke vagyok rád.
Utána ahhoz hozzáállítottam a kohót, aztán utána ahhoz meg mindent. Vagy kohót, bányagépet. Hát mondtam, hogy tudok én, ha akarok, csak nem mindig akarok. Ez meg van a 4. Ebben én nem vagyok biztos. Jaj! Megindultak a gépek. Na, ez működik. Jó. Akkor... ez... hülye. Azt ott vett ki. Köszi. Hát de még a beton jobban is néz ki amúgy. Meg olcsóbb is. Hát de ez engem nem érdekel. Engem az érdekel, hogy jobban néz ki. Szimmetrikusabb, mint ez a másik. Jó, ez is az, de... ez úgy jobb. Meg tudod, mi a jó a betonba? Na. Még semmi, bocs. Nincs még meg az, amire... azt hittem, hogy már megvan. Ja. Na. Szerintem egy ekkora plac kb. Elég lesz. Most jöttem itt. Anki mondott a Starbound-ról az értesítés, hogy le van értékelve. Rozika. Te nem akarsz ide így beállni? Azt miért vagy fasz? Menj be onnan. Hogy hiányzó alapanyagom van. Ja jó, én azt hittem, hogy nem. Mi a baj? Mi kell? Izik. Tesseract kocka, meg forgurisz. Moduláris rázra gondoltál? Ja, modulárisra ez meg forgórész. Mennyi forgórész kell? Várjál, mert azt mondom, hogy kell 10 modulárisra, ez meg 15 forgórész egy ilyen épülethez még. De még ezen kívül kell 2 gyártanom. Jó van, ennyit tudok adni. Köszöntöm. Na, azt mondja. Ez mi ez? Ez normál? Abból 60 per perc jön. Várja, ezt először meg kell vizslatni, hogy ez hogy mindegy, lerakom, azt utána úgyis visszakapom a lomot belőle. Nem, ada, hús! Nem, mondom, csend! Úgy. Az úgy nem jó. Ne, most csak azt akarom megnézni, hogy mi ez a rengeteg minden a hátulján. Egy az üzemanyag bemenet. Az, ami egyedül van. Várja, jövök.
Ez az üzemanyag, ott egy piktogram itt. Ja, ez a gyullékony piktó. Ez a bemenet, a cucc bemenet. Tehát oda két bemenetet meg tudok csinálni, a másik... a cucc kimenet. Aha. De nem szükséges kettőt megcsinálnod, amúgy teljesen fölösleges. Na jó, hát ide úgyse kell. Jó. Az a teherautónak majd ide kell beállni a Laci. Erre az oldalra. Aha. De. Aha, látom, mondta. Meg minden sanyi. Rekolyat rád, meg ződűsz. Azt mondja 60 per 60. Akkor... egyesítőt, és két oda letesszük. Így. Jó. Ez majd. Jó, akkor nekünk... Jézusom, van nálad vaslemez? Minne lenne? Adjál vagy sokat. Várjál? Nincs. 67 van nálam. More? Elgyártottam. Ha? Jó, akkor ide még mindig kell platform. Ó, az baj. Na. Akkor szállítás, teherautóállomás. Így. Igen, ojjaj. Nem látom a másik oldalon, de... az a bemenet, ugye? Ha ráteszel egy... kezedbe veszel egy konvajort. Jó, okay, bemenet. Sírja, hogy... nem, ahogy beállítottam, azzal izöltem, hogy az jó helyen áll így. Ölcsém. Jó, akkor az a... jó, az egy megvan. Akkor egyet építenem kell. Most már legalább a teherautó állomásból tudni fogom. Ez megjelenik a térképen. Megyünk, megnézzük a szénerőművet. Ahogy elnézem, itt amúgy közel tök egyenesen át lehet majd jönni. Így. Ide. Itt lesznek bajok. Látom. Hát, ide lehet, hogy lerámpázunk. Na. Ejjjj.
Azika, hát olyan fenébe tudtad ezt megépíteni, nem bírsz felmászni. Jó. Jó. Na. Miután mondtam, hogy akkor hókat hagy 100%-on, miután már elmentél innen? Mi? Akkor hókat mondtam, hogy 100%-on üzemeltem. Igen. Felhúztam ezt a hódat 100-ra, jó? Ezt? Mhm. Azért lett lehúzva, mert így pont annyit termel, amennyi. Ja. Tehát el lett osztva a termelés. Jaj, bazd meg! Hm? Nagyon csúnyát túl. Micsoda? Túlugrottam, de nagyon ja. Csúnyán. Na merre van a szín? Ez szép. Ez csecse, csak legközelebb inkább tolt ki egy kicsit a végét. Mhm. Uh-huh. Akkor... egy vonalban van minden. Szín, hát úgy arra. Te fiú, hát hol akarsz velem elmetni? Hm? Ez Jumanji-zunk, vagy mi lesz? Én igen. Jó, csak a szén, az fönn van a hegytetőn. Az itt lesz. Valahol innen felmásztam. Nézd meg! Valahol itt felmásztam. Eddig is. Annak a hegynek a tetején van, amit szembe van. Az a kör alakú genyó a falon, az mi? Az egy beton, de amúgy elszaladt egy csiga mellett, csak szólok. Én nem hallottam. Ha! Itt a kedvenc vízesésünk. Ez most sem működik. Látom, hogy járt valaki platformokkal. Micsoda? Nem is tudom. Jó, figyelj, én platformmal se tudok felmenni, úgyhogy tök mindegy. Ennek a gyártónak, aki a Satisfactory-t alkotta, van egy másik játék, ez a Café Steam stúdió, ugye? Igen. Van egy másik játék, amit nagyon szeretek, de... ha itt a platformokkal bajba vagy, akkor neked azzal kéne, hogy büntetésből azzal játszott nála. Mert? Deep Rock Galactic megvan? Nincs. Igazából kooperatív répít a játék, hogy nullától. Tehát uh-huh. Törpökkel kell bányászni mondjuk így, de közben támadnak meg, meg vizék. Kurva jó, sokat játszottam vele. És négyféle törp van a játékban. Mindegyiknek más. Van egy trilles, egy engineer, egy medic, meg egy platformer. Uh-huh. Platformerre tudsz lőni platformon, de célozni kell. Amúgy hol vagy? Én itt vagyok már fent. Ja. Mi az a sárga a föld alatt? Milyen sárga? Hát valami sárga csikot látok. Mintha valamit le lehetne építeni, csak... ja, egy vezeték. Hogy én hol a toszi vagy?
Itt van egy vezeték, ami olyan, mintha ki lenne jelölve törlésre. Hát nekem semmi ilyesmi nincs, úgyhogy bele ne törüljél, légy szíves. Nem törlök. Látszik amúgy, mert 5 kábel jön ki a elosztóba, 2. Én. Ja, alapból 5 jön ki. Akkor ez a 6. De az ide jön, ami ki van törölve, ide. Az egyik csőbe. Mi? Mindegy. Ne foglalkozz vele. Csak innen fentről látszott, aztán nem tudtam eldönteni, hogy mi az. Hát van Sanyi, itt is itt vagy? Itt vagy. Akkor azt mondtad, hogy még 18 ilyet tudsz építeni? Igen, annyi szén van itt. 8, hát még majdnem több mint 2 sor. Ne, még 2 sort, 8 meg 8, 16-ot tudok még letenni. Akkor nem 18. 16, bocs. Uh-huh. Volt itt egy Mercer gömb. Láttam, azért jöttem fel. Csak addigra felszedted. Jaj. Most nézz egy villanyoszlopot, ha van kedved. Majdnem duplán termelünk. Az jó. Egy ekkor, és azért van itt egy ekkora plac, mert pont ide fér még 2 sor. Aha. És akkor kb. Egy marad itt ki. Hát ezt láttam, hogy te azt nagyra rúgod el. Csim, mekkora izét építettél. Mi? Hát az az egész platform. Hát de lábakon áll meg minden. Uh-huh. Ez ilyen lassan jön. Na, ezt lehet, hogy amúgy elbaszogattam. Ja, ez egy szennyezett 30 perfekt a gyárcsom. Akkor nem baszogattam el. Igen, mert 120 per percet tudna feldolgozni, de csak 30 per perccel jön. Ja. Ez szennyezett a lelőhely. Uh-huh. Jó, mintegy, majd ez most úgyse, csak azért, hogy a fejlesztéseket majd tudjuk csinálgatni. Jé. Utyú! Állj meg! Akkor kap be. Azt szerintem amúgy nem lehet több, azért nem áll már meg. Azért ez egy kicsit túl OP lenne. Akkor mi? Nem, ide jön. Nem, elmegy. Aha, ide jött, ránézett a kajára és elment. Ez kicsit túl OP lenne, ha többet is be lehetne fogni, gondolj bele más. Nem csinálna semmit, csak futkározná körbe-körbe. Hát hallott, tenyészteném őket. Téged is visz a víz, mi? Ki? Sanyi. Mi? Na, hol jártam? Tudom. Kell Tesseract.
Bam. Ebben nem gondoltam bele. Mibe? Hát, hogy kéne lemez. Meg forgórész. Megcsinálom azt a vasgyárat, hogy küldje rendesen mindent, ami vasból van. Uh-huh. Az jól jön. Aztán majd... Majd... Már azért már kezd késő lenni. Uh-huh. Szerintem holnapi nap, ha jövünk játszogatni, akkor majd a betonüzemet is főfejlesztem, mert most már kezd kevés lenni a beton. Aha. Jó. Rendet. Nincs több vasrudom. Na! Ide hová rakjam a... Csak erre a részre kéne valahol. Sőt, olyan szinten erre a részre, hogy ide. Ugye? Mert úgyis onnan jön be az autó. Így. Oké. Kell onnan. Ide. Ez is oké. Miért van amúgy két bemenet, két kimenet? Hát, ha gyorsan akarod tölteni. Ja. 30 vasér per perc. Jó. Na de, várjál, ha én üzemanyagot viszek innen oda? Azt a kocsi, nem fog, nem kell szállítanod, a kocsiba lesz. Ja. És ő elosztja az állomások között? Nem, az állomása nem fog bemenni semmi. Hogy fogom megtankolni a többieket? Milyen többieket? Neked oda egy terautó kell. Ő fog körbe-körbe mászkálni? Igen. Jó! Ó, van, hát na. Én nem így terveztem, vagyis az én fejemben nem így volt. Arra a feladatra bőven elég lesz az egy darab teherautó neked. Jó, akkor ide kell beépítenem. Sőt, azt akkor ide nem kell semmit csinálnom. Akkor ez itt annyi, hogy... Se kirakodás, se berakodás? Ugye? Jó. Innen ezt én már meg is rakom. Bioüzemanyaggal. Az jó neki a szilárd bioüzemanyag, ugye?
Á! Ezt is vágom akkor. Ő nem tud elrakni, csak egy adagot. Ó, megtanulom én ezt lassan. Így. Na. Akkor. Ha, le is tudok egyet rakni. Úgy. Ada, csend. Jó. Ojé. Hello. Nem fordulsz? Már eltévedtem. Annyira nem? Mit racsézó itt van, kérdezhetem. Értem megnézni, mit építesz. Bum-bum. Ó, leesett. Jó van. Nem baj. Esetleg. Hogy mit basztam el? És mit basztál? Hát, hogy azon gondolkodtam, hogy mondom, hogy a picsába fogom én ezt a állandóan tankolni. Azt rájöttem, hogy van egy bemenet. A nekem ezeket még szokni kell. Igen, abban a bemenetben megteszel egy 2-3. Ó, köszi, megtankolsz. Mit csinálsz? Mit dobtál belém? Hello. Most mit kaptam? Mit szállok ki belőle? Nos. Hogy állok, tudok még egy ilyen valamit gyártani? Nem? A szereket kell. Hát a kocka. Kutya, mi a franc? Ó! Jó. Kösz. Hallod, elgázoltam egy ilyen izét.
ilyen villámkutyát. Na, mit adsz? Hát a pazd meg, de nem kell ekkora. Aj, faszom ki van. Amúgy ilyenkor tankolni majd magától fog? Igen. Ha. Ja, hogy ezért nincsen. Á, oké, vágom. Várjál, várjál. Hát ezt még tanulni kell. Nos. Kapunk ide. Egy. Áraló. Ó, ezt csak én baró módon lehet lerakni. Nem. Vasrúd. Lepezz meg. Gyere, kocsi! Megyünk. Hát, hogy ilyet gyártani fogok magamnak is. Vigyázz, csirke! Villámkutyát kibasztam a picsába a játékból, akkor téged nagyon könnyen fog menni. Így. Csirke! Pont a legjobbra bízzuk a vezetést. Ne, 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 Sanyi, Sanyi! A Sanyika eldőlt! Igen, el tud esni. Hát én is elesnék, ha kivernék a lábamat alól. Most. Szóval. Egy. Csavar és vas lemez. Nem. Ez, ide. De. Így. Aztán. 30 csal. Logistics. Egy. Köszönjük. Na, és akkor most jön ez. Ebből kell. Rendezés. Ugye csak egyszer van nálam. Ja. Akkor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Így. Egy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaj, te közben tankolod. Ja nem, kifelé rakod. Jó van. Ne szívass el. No. Vere. Ha! Ez rá.
ennek a csávónak. Micsoda? Sírok, szeszkarák. Jó, ez lehet 5 per perccel, hokis. Neked kell 3 per perc. Jaj! Vasút 12 per perccel. Hát csak mi? Turbó nincs benne? Olyan neki Józsi. Várjál, mert baj van, mert nem tudom, hogy innen hogy jutok el oda. Nem itt. Az biztos, hogy nem a vizen keresztül megyünk. Kutyú, ne gyere ki elém? Hi-hi. Oi. Oi. Nyi. Nem látok le. Szerintem ez már átmegy. Az a baj. Jó, ne. Nyi, akkor így. Tasd csövet, kérsz. Így elgyűjtem. Így hát, itt vagyok mellette. Kell 20 vasrút. Per perccel. Jó, ott van. 32 összesen. Yes. Amúgy ugyanezt az útvonalat fogja... Napázz meg. Ugyanezt az útvonalat fogja megcsinálni, mint amit én? Hát ha elindítod a felvételt, akkor igen. Jó, nem, csak azért kérdezem, hogy mennyire...
Én meg tudom csinálni, akkor ő is meg tudja csinálni, tehát ez a kérdés. Ja, igen, menni fog neki. Nem Ficsit, hanem a másik. Így. Ez. Várjál, mert nem látom, hogy melyik irányba fordítottad. Így. Nem hagyunk hibázási lehetőséget. Itt pedig onnan gyűjünk. Várjál. Ha. Meg lesz ez. Csak ezt oda. Nem tudod betenni le. Máskor olyan szépen ment. Egy. Oda. Jó, itt most eljátszunk ezzel. Egy. Egy. Aha, aha. Így. Így. Oké. És akkor 4 méter. Az már mondjuk teljesen mindegy. Oké. Kész. Így. Gyere le! Az baj. Azért úgy sem akarok feljönni, amúgy. Hanem... Engedje? Egy. Itt szállják ki. Egy. Ezek itt a mellem vannak. Ne! Anyárat! A labzatot gyártok. Mit? A labzatot. Hogy le tudjam rakni az épületeket. Ja. Jó. Futósallang. Nem. Majd legyünk. Így. Ti. Tudom, hogy valami mással is akad. Hát én raktam oda ezt a valamit. Így.
Átlógás lehetséges. Ja. Basza. Ezt pont így akartam. Jaj, hát már jön a... De... Ujj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 . Ja, gyere le. Na! Hú, Sanyikám. Nézd meg, mit csinálunk mi itt. Ajajajaj. Szállítás, teherautó állomás. És ennek úgy kellene lenni, hogy... Így. Ez így nekünk. Ó, nagyon faszányos. Ettől szebb nem is lehet. Előtt egyenesítsd ki. Vagy. Jajjaj, várjál. Ez így mennyire csúnya. Nem mennyire. Tudám. Jó. Nos. Innen. Gyere ide, fa. Így. Szóval, elvileg innen indulunk. Megnézzük, mit tudok összehozni. Ennyi. Így. A sebességet, meg ilyeneket is átveszi az enyémtől, vagy csak az útvonalat? Mindent. Az baj. Nincs az egyben mindent. A főkorúsz azt is. Konkrétan. Az baj. Villám kutya, menj innen. Thank you.
Hűha! Ettől féltem. Na. Egy. És majd csinálunk másikat. Né. Ez itt a berakodás. Vatta? Na, jaj, nincs áram. Bázzeg. Ez járt szépen. Már van 16 forgórész. 10 moduláris fáz. Hülye. Mi van? Hát elfelejtettem izé. Áramot adni neki. Na. X. Akkor V, ez úgy van a betöltése. X, jó, U, önvezetés bekapcsolása. És ő akkor indul el, ha tele van? Meg lehet a töltőállomásokon? Meg, 196 van benne. De nem úgy, ahol föl meg... Ja igen, megálltam. És álltál ott egy 2-3 másodpercet? Igen. Akkor... Vizé... Just play-eztem. Vagy ki kell belőle szállnom? Ja, ki kell szállnod belőle, igen. Addig ő nem indul el. Eltűnt a kocsi. Elment. Ahova? Hát én látom, hogy megy. Hallod, a francért állt egy helyben akkor előttem. Jó, csak az a baj, hogy nincsen beállítva kipakolásra. Tudom. De gyorsan mentünk. Hely meg, Rosa! Most csinálsz, amit akarsz. És ennél van egy nagyobb teherautó, egyébként még egy kurva nagy kamion. Az már később lesz, abban azt hiszem 48 technicucfér. Aha.
Research completed. Purple power slugs seem to be near the end of their life cycle and have a significant amount of potential energy stored. It is a good thing Fixit does not waste. Purple power slugs can now be processed into power shards. Ó, már 5-öt ad a lilacsiga. Nagyon jó. Igen, csak 4 volt. Mhm. Jó. Hol a kocsi? Visszament a helyére. Mapot megnézed, akkor látod, hol jár. Hát látom a, nagyjából a térképen is, hogy most éppen a... Most szenvedi fel magát a tárolóhelyre. Pocket dimension now extra dimensionalized with additional dimensional capacity. Majd meg akarom várni azt, hogy el tudja hozni eddig a lomot. Nem rontottam el valamit? Rallizik, rallizik. Gyere, Rozika! Gyűrű teker! Azaz. Á, de ügyes vagy. Hogy? Azt már jönnek is a tekercsek. Ó, oh, de jó. Mennyit hoztál? Ó. Oh. De ami belefért, szerintem. Nem, mert... 300 darab körül hozott el csak. Valamit nem jól csináltál betöltésen. Annyit hozzam, mennyi benne van a betöltő állomásban? Az lehet, hogy a betöltésnél amúgy még nem töltődött fel. Azelőtt, mielőtt őt elindítottam, azelőtt kötöttem be. És gondolom MK1-es szalaggal. Így van. Ja. Ja, úgy voltam vele, hogy a fene fog itt vele szórakozni, hogy hiszi. Majd szépen lassan áthurcolázgatja. Úgyis, ha éjszaka itt hagyom, akkor... El lesz. Gyere, gyere! Ember a biomasszát. Ups! Elbaszott a saját autóm. Jó, megtankolt a haver. Itt álltunk egy pár másodpercet. Annyit vár a stationnél, amennyit én vártam, vagy megvárja a berakodást? Hát ha érzik el, hogy a stationben van, akkor vár addig, míg a station azt nem mondja, hogy kész vagyok.
Nem, azt hiszem annyit, amennyit te vártál. Na lehet, hogy akkor ez a baj. Jö, ne basszál, még egyszer! Látom a lámpádat, hé! Azt a sziklát kikerülhetted volna. Melyiket? Ami látvány is. Most már mindegy. Majd, ne, itt félrementünk. Most csak ez egy teszt. Nem, 230 van benne, úgyhogy... Jó mennyiséget szállít. Ezt az jól megcifráztad, ezt a fotószalagot, te fél. Mert? Csak mondom. Hát ugye... Felebrédeltem neked MK2-re amúgy. Vártam. Igen. Rám hallgatsz, most te vezetsz. Most nem, itt állok a tetején. Hát ez így nem jó. Mert? Hát mert fő van épp borulva, ha látod. Akkor azért nem ment el. Mert hülye. Mindegy, majd megcsinálom. Majd felveszem újra. Hagyjad, nem kell, mert majd ez a platform is más lesz. De ha van hely, akkor nincs már baj. Hát ha itt szépen így főz vele. Na. Ide beállsz, utána itt visszafordulsz, azt megy, akkor már nincs baj. Azért mondom, majd megcsinálom normál. Most viszi leadni a cuccot. De hogy ugyanarra menték ki? Igen. Csak ott elmentem jobbra. A másik oldalon meg balról jön vissza. Hát jó van. Királyság amúgy. Örülök neki, hogy így pikpak rá bírtál érezni itt a témára. Ja. Én is. Én amúgy ezzel sokat küzdöttem. Mivel? A járművezése, hogy ez tényleg fasza is legyen. Ja. Nem, annyi az egyetlen egy gond, hogy ahogy megbillen, tehát akkor, amikor rálépsz a gázra és megemeli az orrát, akkor nem tudod irányítani. És az látszik itt néhány helyen, ahol megakadok vele. Itt a feljárónál is azért mentem neki a... Majd ha lesz a vonat, majd meg arra leszek kíváncsi, hogy ezzel mit csinálsz. Valami én is. Az valami... Ó. Egy vonatot még nem gáz. Aha. De amikor egy pályára több vonatot rátesze, és jelző lámpák irányítanak, meg azokat lepakolni, na az már... Fasza lesz. Na viszont azt hiszem ez így végszónak pont jó is lesz. Így van, pont mondani akartam, hogy találkozunk a következő részben. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel. Jaj, szóljatok hozzá, és gyertek Discordra. Sziasztok!